Köszöntöm nézőinket! Megemlékezéssel egybekötött baráti találkozót tartott az elmúlt szombaton a Várpalota kincses táborban szolgáltunk baráti csoport. Az esemény résztvevői megkoszorúzták az 1994-ben hősi halált halt Kránic Antal posztumusz őrnagy a Kossuth laktanyában található emléktábláját, majd a városi temetőben Kreisinger Károly ezredes sírjánál tartottak főhajtást. Várpalota város ajándékait nyújtja át Lukács László nyugállományú honvéd százados azoknak az egykori Várpalotán kiképzett, valamint itt szolgált sor, illetve hivatásos nyugállományú katonáknak, akik 2 év kihagyás után újra megtartották városunkban hagyományos baráti összejövetelüket. A Várpalota kincses táborban szolgáltunk baráti csoport évek óta megszervezi a programot. Rendszerint a régi időket idézik fel, ugyanakkor emlékeznek azokra a bajtársakra is, akik már nem lehetnek köztük. Ilyen volt Kránic Antal posztumusz őrnagy, aki 1994. július 25-én vesztette életét a Csörlőházi lőtéren bekövetkezett aknavető csőrobbanás következtében. Emléke előtt tisztelegve Lukács László Petőfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi című versét szavalt el a Kossuth laktanya udvarán felállított emlékműnél. Ha férfi vagy, légy férfi, s ne hitvány gyönge báb, mit kény és kert szerint lök a sors idébb, odább. Félénkebb a sors, csak csahol, a bátraktól szalad, akik szembeszállnak vele, azért ne hagyd magad. A Várpalota kincses táborban szolgáltunk baráti csoport 2014-ben rendezte meg az első találkozóját. Az ország minden szegletéből több mint 70 nyugállományú katona érkezett az összejövetelre. Azóta idézik fel évről évre, mint fogalmaznak, a bajtársiasság szellemét. Mi hosszú időn keresztül itt szolgáltunk Várpalotán, és ennek a városnak ez a honvédség szerves része volt, mint ahogy remélem most is. Mi békében szolgáltunk, de olyan feladatokat hajtottunk végre, ami most sajnos élesbe megy tőlünk néhány száz kilométerre, és sajnos történtek balesetek. Ez a csőrobbanás egy feladat végrehajtása közben történt meg. Benne volt az emberi figyelmetlenség, rátöltöttek egy csőben levő kilövésre a váró lőszerre. A cső felrobbant a benne levő lövedékekkel együtt, megölt 6 embert. És mi ezen a bajtársi találkozón mindig leszoktunk tenni egy szálvirágot vagy egy koszorút ehhez az emlékműhöz. A mai találkozónkon eljöttünk fejet hajtani egy rendkívül ember végső munkája előtt. A Kossuth laktanyában rendezett megemlékezés után a találkozó résztvevői Kreisinger Károly ezredes sírjánál is elhelyezték a megemlékezés virágait a városi temetőben. XXI. Alkalommal rendezték meg az elmúlt szombaton a Bányász Kupa Antik rádió irányítású repülőmodellek versenyét. A megmérettetésre az ország különböző régióiból érkeztek a versenyzők. A 30 induló 50 különböző kategóriában nevezett a kupára, melyet ezúttal is Bántapusztán bonyolítottak le. A szélerősség idén kedvező volt. A várpalotai modellező és technikai esély színeiben ezúttal 5 versenyző indult. A pandémia utóhatásaként sok verseny maradt el az elmúlt időszakban is. A gyér szezon ellenére a hazai versenyzők így is több dobogós helyezést tudtak elérni a különböző versenyeken. A helyi egyesülettől Rémai Jonatán, Fűrjes Gergely, Zalka Róbert és Móroc Péter vettek részt a megmérettetésen elektrogumis kategóriában. A legjobb eredményért a lehető legtöbb időt kellett eltölteni a levegőben leállított motorral. Ebbe az OTVR kategóriába egy game típusú repülőgéppel repülök. Ennek gyakorlatilag, amit tudni kell a kategóriába, hogy egy szabvány 20 méter gumi, illetve 160 méterre lehet kihúzni maga a csörlést, tehát nagyjából mindenki azonos feltételekkel tud
egy magasságból leoldani, ha ügyesen a szélirányba startolt el, akkor az optimális esetben minél magasabbról tudja kezdeni úgymond a mért idejét, a mért időt azt a start csörlőzés leoldása után indítják, és gyakorlatilag onnan a feladat egy 5 perces intervallum, lehet repülni 10 percet is, de az 5 percet kell elérni, azt hívjuk totálnak gyakorlatilag. Így az előfutamokban 4 darab start lehetőség van, ebből a 3 legjobb legnagyobb mért idő összpontja az, ami számít, az kerül értékelésre. Ha gyakorlatilag valaki repült 3 totált, és mondjuk még valaki a kategóriájába, akkor már van egy 2-es döntő. Hogyha többen, akkor nyilván értelemszerűen akár 10-es döntőig lehet ezt így fokozni. Gyakorlatilag, ha jó az időjárás, akkor általában azért a versenyzők megrepülik. Ha nagyon gatya az idő, vagy nagyon olyan szélcsendes, vagy termikmentes időben vagyunk, akkor gyakorlatilag a jó kihúzott csörlőmagasságból is körülbelül 1,5-2 perc az, ami kihozható egy ilyen típusú repülőgépből. Gyakorlatilag ez a kategória, ez 70 éve létezik, akkor még szabadon repülő formába, most már nyilván, hogy távirányítós kategóriaként működik. Egy oldalkormány és egy magassági kormány földről való irányítása, működtetése az, ami a modellben, a versenyben úgymond a játék. És ami nehéz, ahhoz képest, mint mondjuk egy eredeti vitorlázó repülőgép, hogy ott benne ülünk és érezzük a poponkon, hogy mekkorát emel, mekkorát csúszik esetleg, vagy mekkorát merül, és különböző segédműszerek is vannak, amik ezt jelzik hang, illetve vizuális formában. Itt a földről kell megállapítani egy 3D-ben mozgó tárgyat gyakorlatilag, mint jelen esetben is nappal szemben, és gyakorlatilag ez az a feladat, amiben úgymond a versenyzők próbálják magukat trenírozni, hogy a legoptimálisabb magasságról, a legoptimálisabb időt kirepüljenek minden körülmények közt. Azt tudni kell, hogy gyakorláskor, nekem is a verseny meg a szezon előtt volt több mint 100 startom, az ember legtöbbször kirepüli azt a totál időt. Nyilván akkor nincs versenydruk, nyilván, hogy ismeri azt a területet, ahol állandó jelleggel edzés, az némi előnyt jelent, de pont ez benne a szép, hogy az éves antik bajnokságban van 8 forduló, 6 helyszínnel, nagyon jó szervezéssel, nagyon jó társasággal, és itt tudunk gyakorlatilag eszmecserét tartani építésekről, modellekről, típusokról, és itt tudunk gyakorolni, működés közben is meglátni, hogy kié jobb. A várpalotai modellező és technikai ese utánpótlás tekintetében országos szinten az élen jár. A Magyar Modellező Szövetség égisze alatt utánpótlás nevelési programnak köszönhetően a Várkerti Általános Iskolában 8 gyermek kézi indítású, rádió irányítású, vitorlázó modelleket épített Eitner Tamás vezetésével. Ez egy szabadon repülő modell, aminek igazából darabokban van a szállítás miatt. Ugye maga a törzs, a vízszintes vezérsík, ami külön felrakható. Illetve két részben a szárny, ez mind ide a törzs elejére tud fölmenni. Minden kategóriában egy maximális repülési időt kellett teljesíteni. Döntőt csak az alott kategóriában rendeztek a kevésbé termikes időnek köszönhetően. Természetesen a díjazás sem maradhatott el, a helyezetteket érmekkel, vándorkupákkal jutalmazták.